5 év után láthattak újra MB2-es labdarúgó mérkőzést a kozármislenyi szurkolók stadionjukban. Tóth László együttese a Tisza Kécske csapatát fogadta a Merkantil Bank Liga második fordulójában. A vendégek hazai pályán 1-0-ás győzelemmel kezdték a szezont, míg a HR-rend kozármislenyi Soroksár otthonában szenvedett 3-1-es vereséget. A találkozó első helyzete a sárgamezes vendégek előtt adódott. A 4. percben Zamosni lőtt kapura, lövését azonban Varasdi védte. Erre a házigazdák rögtön egy góllal válaszoltak a 9. percben. Kulcsár ugratta ki jó ütemben Vagyicskát, aki elhúzta a kapus mellett a labdát és a hálóba gurított. 3 perccel később Balázs középre rúgott veszélyes labdáját tisztázta Horváth. A 12. percben aztán egyenlített a Tisza Kécske. Egy gyors kontra végén Winkler kapott labdát, aki a 16-oson belülre tolta azt és a kapuba lőtt. Kicsivel később egy szabadrúgást Tölgyesi fejelt pár méterről a vendégkapu fölé. A 20. percben újra megszerezte a vezetést Tóth László együttese. Kirtner távoli lövését Antal csak kijutni tudta, a kipattanót Barta rúgta a kapuba. A 25. percben pedig újabb gólt szereztek a kékfehérek. Barta távoli lövése egy vendégvédőről szögletre vágódott. A sarokrúgás után Horváth Dániel csúsztatott a hosszún érkező Gálnak, aki kapásból a kapuba lőtt. A 33. percben Kosznovszki távoli lövését Antal ütötte oldalra. A 42-ben pedig Bekel jobboldali beadása után az érkező Kirtner kapásból lőtt, de lövését a vendégkapus fogni tudta. A játékrész hajrájában Kulcsár távolról ívelt kapura, lövése kevéssel szállt fölé. A fordulás után a 47. percben Barta ment el a bal szélen és passzolt vissza Kirtnernek, aki egy csel után kapura lőtt, lövését azonban Antal kiütötte. A kipattanott Bekek közelről fölé lőtte. A játékvezető lest ítélt. Egy perccel később Horváth Zoltán nagy helyzetben közelről csúsztatott a mislenyi kapu mellé. Majd nem sokkal ezután Zamosni lőtt baloldalról kapura, Varasdi hárítani tudott. A 60. percben pedig egy vendégszöglet után Balajti kapásból lőtt a kapu fölé. Aztán Kotrocó lépett ki, Antallal állt csak szemben, eltekerte a labdát a vendégkapus mellett, lövése a kapufáról kifelé pattant. A 72. percben ismét Kotrocó kapott labdát a jobb szélen, élesen középre lőtt, amit Antal öklözött ki a mezőnybe. A 81. percben Balázs lőtt kapásból a kapu fölé, majd a hajrában Zamosni távoli próbálkozását hárította szögletre Varasdi. Mozgalmas első fél idő után a második játékrészben 2 gólos hátrányban ugyan próbált támadni a Tisza Kécske, de nem talált fogást a kozármislenyen, így ezt a meccset 3-1-re Tóth László együttese nyerte. Nehéz mérkőzésre számítottunk, és az is kerekedett belőle. Kértem a fiúkat félig viccesen, hogy nem baj, ha gyengében játszunk a múlt hetinél, de nyerünk. Megvalósították, igazából szót fogadtak, úgyhogy ennek nagyon örülök. Helyenként a második fél időben is azt mondom, hogy voltak jó periódusaink támadásban. Ugye volt egy kapufánk és több nagy helyzetünk, de inkább a fizikális mutatókban voltunk most erősebbek, tehát inkább egy brusztos mérkőzés volt, ami nem baj. Meg kell tanulnunk nyerni, úgy néz ki, hogy jó úton vagyunk ezen. Először is gratulálni szeretnék a Kozár Mislinnek, mert megérdemelten nyertek. Én a maga a csapatom teljesítményével kapcsolatban pedig szomorú vagyok, mert pontosan erre készültünk, és akkor ilyen gólokat kaptunk, ahol tudtuk, hogy előrefelé így a Kulcsár, a Barta, Kosznovszki nagyon erősek a befejezésnél, és pont ezeket a dolgokat nem védekeztük le, meg ott volt még egy pontrugás, akkor volt egy szerencsétlen lövés után egy kipattanó, szóval ilyen gólokat nem lehet kapni, eleve ez egy utána azt gondolom, hogy a Kozár Mislinnek rúgtunk egy gólt, picit visszajöttünk a mérkőzésbe, azt gondolom, hogy a Kozár Mislinnek utána ültek azok a dolgok, hogy tudtak mélységbe védekezni, és könnyebben labdaszerzésük után állandó veszélyt jelentettek a kapunkra. Összességében a pozitívumot megpróbálnám kiemelni a csapatomból, az lehet, hogy az első fél idő végén volt egy óriási helyzetünk, sajnos azt nem rúgtuk be. Ugyanígy a második fél idő elején is volt egy óriási helyzetünk, és hogyha visszajövünk jobban meccsbe és aktívabb az eredmény, én abba bíztam, hogy akkor talán a Kozár Mislin egy picit megremeg. Ez nem történt meg. Nagyon-nagyon lelkesek voltak, és nagyon-nagyon jó focit játszottak. Én csak gratulálni tudok, és sok sikert szeretnék kívánni nekik. Sok van ebben a csapatban.
és remélem, hogy el tudják érni a céljaikat. A saját csapatom ma kapcsolatban pedig még nem vagyunk készen. Volt egy otthoni győzelmünk, ez egy kiúzanító pofon volt ez a mai. Remélem, hogy csak ennyiben is áll meg a dolog. Megyünk tovább, muszáj még dolgoznunk, és a Michelinnek pedig nagyon sok sikert kívánok. A HR-rend Kozár Michelin labdarúgó csapata augusztus 14-én az Ajka FC-hez utazik a Mercantil Bank Liga harmadik fordulójában.